Ma emberem videóban a tekikének a egyhetes étrendjét fogjuk megcsinálni, mert szerint egy héten kap egy vegyes tálat. Ezek ilyen szárított rákocskák, nagyon finom. És jobban meg tudom mutatni. Nagyon jó. Aztán ezek ilyen szívmix, tehát ez ilyen marha szívszerű, tele van tápanyaggal, ez megelőzi a betegségeket. Ezt pedig egy darabig nem ettem, most adtam neki, kiderült, hogy most újra eszi. Ez ilyen műzli, ami szintén különböző tápanyagokból van. Ja, és most ebben a zöld kupakban fogjuk ezt megcsinálni. Az első lépésünk az az lesz, hogy mivel már nagyobb a teki, mindenből kicsit többet adott neki. De mivel ugye mindenből kerül bele, ezért mégiscsak nem adok neki annyit, mint egy adagba szoktam egyből. Szóval így ennyi rákocskát. Aztán egy kevés ilyen is jöhet. Ebből egy 4-5 darab. Most legyen 4. És aztán egy ilyet kiveszek, aki jönne. Ez a kicsi jó lesz. Itt egy kicsi ilyen morzsácska kijött. Én ezt is belerakom. És most ezt összecsípkedem, csak ez vágás kell, ugyanis a kezemmel tartom a kamerát. De szerintem már észrevettétek. A végén csak a fél szívet raktam bele, mert így is elég. Mert hogy nem eszi meg estig. Szóval itt a kis drága. Fókusz. Nem fókusz. Na. Szóval itt a kis drága, aki most nagyon kedvesen hátat fordított nekünk. Ta-ta-ta. Már medisz. Fajám, fajám. Őkelme. Ja, igen, és mondtam az elején, hogy a teki kajáját készítjük el. Hát igen, ugyanis az ő neve teki. Egyszerűen csak teki. Egy teknősnek az a neve, hogy teki. Olyan gittuki. Ez az akváriuma, már jóval nagyobb. Ez volt az előző. Szóval ez volt az előző akváriuma, ami fele akkora, tehát ez kétszer, meg még ennek a fele. Tehát ez már jóval nagyobb, mint ez. A teki az nekünk teljesen ingyen volt, ugyanis apa találta, és kértem anyától, hogy hazahozhassuk. És hogy látjátok, már majdnem befalt az egészet. Még a hátam mögött van, meg most így megy. És egyre nagyobb az étvágya, szóval lehet, hogy egy héten most már kétszer vagy többször is fog ilyen adagot kapni, de úgy minden nap egy-kétszer-háromszor szoktuk etetni. Remélem, hogy tetszett ez a kis videó. Ha igen, akkor légy lájkoljátok, ha nem, akkor ezt nyugodtan egy diszlájkkal is látszatizet nekem. Sziasztok!